Szekszárdon születtem, és Tolnán éltem, és itt jártam oviba, itt jártam általános iskolában, Vosinszky Móra általános iskolában, ott ugye elvégeztem az általános iskolai tanulmányaimat, majd a kereskedelmibe folytattam a szakközép, vagy a szak, igen, a kereskedelmi, a bezeréti kereskedelmi szakközépiskolába, de szakmunkásként végeztem, mint eladó. Ott végeztem 92-ben, júliusában szakmunkás vizsgáztam, és mindjárt augusztusban el is helyezkedtem Tolnán a vásártéri ABC-ben. Aztán a barátnőm unszolására kitalált, hogy menjünk el és érettségizzünk le, hát mégis ma már azért fontos egy érettség is. Hát mondom, jó, menjünk, és így munka mellett 2000-ben elkezdtük az egészségügyi szakközépiskolában a tanulmányokat. Végeztünk 2003. májusában, sikeresen leérettségiztünk, az is pipa volt, és akkor 2003-ban ismerkedtem meg párommal, akivel a mai napig is együtt élünk, és most már együtt is dolgozunk, és 2016-ban lettem terhes leánygyermekemmel, és akkor elmentem Gyesre. Gyes után visszamentem ide a Vásártéri ABC-be, egy kicsit még dolgoztam, és közben apunak már volt ez a cég, amely 2003-ban ő megalapította, és akkor eljöttem ide dolgozni hozzá. Felmondtam ott, és eljöttem ide. És akkor itt kezdődött. Fűszereket csomagoltunk, kevertük az ételízesítőket, fűszerkeverékeket, és ugyanúgy kicsomagoltuk meg a monofűszereket is, és 2016-ban sajnos történt egy tragédia. Édesapám rosszul lett, és közölték az orvosok, hogy menthetetlen, mert agyvérzést kapott. 50 napig komában volt, de nem volt idő gondolkodni, pihenni, hogy mi lesz, hogy lesz. Itt azonnal intézkedni kellett, mert ugye apu az egyéni vállalkozó volt, és megalapítottuk a KFT-t, József Fűszerei KFT, 2016. júniusában alapítottuk meg, és meg is halt júniusban, tehát akkor már, tehát ez így nagyon rosszul éltem meg ezt az egészet, de sikerült így átvészelni ezt az időszakot is, és azóta is csináljuk, idestova most már 8 éve. Életem egyik legnehezebb időszaka volt, egy, hogy a szülő elvesztése, kettő, teljesen új feladatkör, átvenni a nagykereket, kiskereket, meg amerre szállított, és mindenkivel ugye megismerkedni, közölni, hogy ugye már nem apu lesz, hanem én leszek, de sikeresen megtörtént ez is, tehát, hogy elfogadtak mindenhol, és meg a mai napig is ugyanúgy mindenkivel tartom a kapcsolatot. Apunak meg volt az egész, tehát ami még ma is ugyanaz, tehát ugyanazt vittem tovább én is. Minden, tehát az ételízesítőnek is van egy receptúrája, az összes fűszerkeveréknek, és ezeket, igen, ezt is átvettük. És azt szerint kevertük továbbra is. Aput leszázalékolták, mert ő Pakson dolgozott az atomerőműben, leszázalékolták, de ő nem nyugodott, és a sejemgyárba eljárt segíteni az egyik barátjának paprikát darálni, meg ott volt egy pesti ember, aki ételízesítőkkel már akkor foglalkozott, ezzel az ételízesítővel, és apu oda járt rendszeresen dolgozni, és egy idő elteltével ez a pesti úriember eladta ezt az egészet, és apu átvette, és akkor még a Tolnai sejemgyárba készítették ezeket az ételezesítőket, és egyszer gondolt egyet, hogy akkor ő eladná a családi házunkat, ami egy szép új építésű ház volt, és ezt az egészet itt megvette ez a halászoké volt régen. Ez egy lepukkant valami volt, és amikor így elhozott engem is megmutatni, úristen, ide fogunk költözni, én nem akarok idejönni.
És hát nem annyira érdekelt ez az egész, tehát eladtuk azt a házat, felújította ezt a házat, megépítette ezt az üzemet, és akkor a sejemgyárból ide átjöttek, és akkor már úgy, mint Szilágyi József egyéni vállalkozó. És 2018 májusában kaptuk az új helyi Imre díjat a csilicseppre, amit a puta elkérte. A csilicsepp az egy erős kivonat, ami pár csepp is megerősíti az ételt, ez nagyon közkedvelt, csak az a baj, hogy már egyre többen koppintották, és más néven kiadták. Tehát, de 2010-ben csak ez volt, ez az egy jó pár évig. Egy lányom van, aki most fog végezni a vendéglátóiba cukrászként. Itt van Tolnán a bocukrászdában tanuló. Aztán majd meglátjuk, hogy vele is mi lesz, hogy merre megy tovább. Én, ha még egyszer kezdeném, én cukrász lennék. És megnyitnám a házi sütik boltját. Nekem például a mindennapi teendőim, hogy én már reggel jövök, akkor én ugye elintézem a papírmunkámat, a többiek azok általában hétre jönnek, és akkor kezdjük a csomagolást. Tehát én ugyanúgy részt veszek a munkába, tehát mert akkor nem kell plusz embert felvenni. Tehát abban is részt kell venni. Egy alkalmazott van, meg ugye mi ketten, már a párom is ugyanúgy így dolgozik, tehát három bejelentett van, és kettő-három beugrós. De a beugrós is jön egy héten kétszer-háromszor. Még menjen így jó pár évig, tehát maradjon minden így, legalább ezen a szinten tudjam továbbvinni.